az Ez itt a kérdés stúdiójában Gulyás István. Vámpírok, gengszterek vagy a titokzatos idegen, aki érthetetlen nyelven beszél. Sokáig így jelentünk meg mi magyarok a hollywoodi filmekben. De hogyan látnak minket a külföldi filmesek ma? És vajon miért szeretnek Magyarországon forgatni? Ez itt a kérdés. Kezdünk! Várókat Anna filmesztéta érkezik hozzánk, aki szerint köztudott, hogy világhírű és világszínvonalon dolgozó filmes szakembereink vannak. Nyugodtan mondhatjuk, hogy élő díszletvárosban lakunk, ahol bármikor felbukkanhat egy ismerős arc Hollywoodból, és manapság ezen már senki nem lepődik meg. Így vélekedik Basa Balázs filmtörténeti helyszínkutató. Amit a filmben látunk, ritkán egyezik a valósággal, mondja Dudás Viktor filmszakértő. Különösen igaz ez Hollywoodra, ahol többet fizetnek a díszletért, mint bármelyik szereplő lelkéért. Hiába mászott fel a Katica a fára, továbbra se tudják Hollywoodban, hol van Magyarország a térképen. Legalábbis Cseh Miklós film és színi kritikus véleménye szerint. Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket, és köszöntöm stúdiónk vendégeit, szervusztok, örülök, hogy itt vagytok. Mielőtt belevágnánk ebbe a beszélgetésbe, ha már filmről lesz szó is, ráadásul a filmben a magyarokról, akkor nézzünk meg néhány filmrészletet, amelyek ilyen vagy olyan formában, de ábrázolják a magyarokat, a magyarságot. Almási gróf. Mond magának valamit ez a név. Nem értek egyet. Maga magyar, sosem ért egyet. Bátori Erzsébet grófné? Igen. Miket hallott rólam? Azt, hogy mindenki tiszteli és féljönt. Nem bánom, ha félnek tőlem. Volt egy csoport magyar, akik saját bandát akartak rájöttek ahhoz, hogy hatalomra kerüljenek, nem kell se pénz, se fegyver, se semmi más. Csak az, hogy elvégezzék azt, amire más nem hajlandó. A Gogolák banda, a chicagói magyar banda, ők uralták az egész északi legyedet. és ez az alak, aki ide költözött, ő volt László Gogolák gyilkos keze! Csak én leszek meg a végtelen tenger. Vajon tudja, hogy ez nem tenger? Nem. magyarok viselkedése rejté. Viktor László, ön ezennel letartóztatom. Beszélsz magyarul? <laughs> Jobban, mint anktelem. Az iménti bejátszásban összeválogatott részletekben gengszterek, vámpírok, szadista grófnő, mafiózók és lehetne még sorolni, hogy mi minden, eh, negatív szereplő van. Eh, honnan ez a kép a magyarokról Hollywoodban, Kata? Hát ez egy jó kérdés. Én azt gondolom, hogy a Bátori Erzsébet története az már önmagában egy nagyon izgalmas történet volt, ami annyira a vászonra kívánkozik, és annyiféleképpen feldolgozták, nem csak Hollywoodban, hanem Hollywoodon kívül is. Ott ott maga a történelem kreálta köré ezt a, ezt a mítoszt. A közönséges bűnözőkben már egy teljesen más dologgal az, hogy egy, egy magyar bűnbanda, szerintem ez valahogy kellett a törökök mellé valaki más, és rá, lehet, hogy rábögtek a térképre, vagy a, talán a török-magyar ellentét, nem is tudom, hogy hogy. Igen, exotikusak vagyunk Amerikában? Exotikusak vagyunk, igen. Igen, szerintem mindenképpen ez, ez, lehet a, ez, lehet az oka, és nem ismernek minket annyira, nem tapad annyi minden hozzánk, mint például az olaszokhoz, angolokhoz, franciákhoz, hoz kellőképpen távol vagyunk, kisország ország vagyunk, egzotikus, és itt bármi, bármi lehet. Viktor, szerinted? csatlakozni, csatlakoznék, tehát hogyha mondjuk csúnyán megsértenek minket, akkor nem fogjuk lerohanni az Egyesült Államokat <laughs> és revansot venni, de én ezt annyiban azért kiegészíteném, hogy ugye az, hogy ugye Hollywood gyökerei azok köthetők magyar származásokhoz is, ez is egyébként szerintem segít egy picit minket, hogy, hogy, úgy mindig tudnak rólunk, hogy a magyarok azok mindig ott vannak, tehát ugye most ugye Jamie Lee Curtis Oscar díjat kapott, ő az 59. olyan magyar vagy magyar származású színész, vagy alkotó, aki Oscar részesült. Hogyha azt veszük alapul, hogy ugye a 95. Oscar díjat adták át, akkor gyakorlatilag minden más feledik Oscar adom, volt valamilyen magyar érdekeltség, aki szobrot vett át. Tehát azért ezt azért nem sok nemzet mondhatja el magáról, pláne nem Kelet-Európa vagy Közép-Európa közepéről. Tehát az, hogy ott vagyunk, és mindig fel tudunk mutatni olyan értékeket, amelyek a vászonnak mind a két oldalán nyomot hagynak a nézőkben, ez a fű Szer, ez még plusz hozzáadódik. Balázs, szerinted? Én úgy gondolom, hogy azok a filmek, amiket itt készítenek, amerikaiak, azok olyan szinten lettek, így a köztudatban már ismertek, és ez főleg annak köszönhető, hogy az ország számos olyan helyszínnel büszkélkedhet, ami tulajdonképpen bármit meg tud jeleníteni és most nem csak Budapestről beszélek, itt láttuk a bejátszásban a, a Kém című filmet, ahol ugye pont a, a főhős, illetve az egyik főhős, Jason Statham azt mondja, hogy nekivág az óceánnak, vagyis a hát a tengernek. És hát igen, kiderül ugye, ezt a néző is tudja, hogy ez valójában a, a Tihanyi fésziget mellett vagyunk a Balatonon, de hogy ez igazából Amerikának nem számít, Amerikának az számít, hogy Magyarország kitűnően tudja ezeket a helyszíneket biztosítani. Miklós? Én igazán nem szeretnék ünneprontó lenni, de én azt látom, hogy a Hollywoodban teljesen mindegy, hogy melyik nemzetről hogyan gondolkodunk meg nemzetnek, milyen kulturális értékei vannak, hanem ők valamiféle ilyen egyen hamburger alapján gondolkoznak a különböző nemzetekről, és sokkal fontosabb az, hogy átmenjenek azok az ideológiai üzenetek, amiket éppen az adott társadalmi közökben fontosnak tartanak egyrészt, másrészt ugye sokkal inkább arról van szó, hogy a jó vagy a rossz győz, hogy annak milyen a származása, sokkal kevésbé fontos, ugye ez mindig, ez úgy figyelhető meg a gyakorlatban, hogy ha találkozunk egy külföldivel, akkor mondjuk egy amerikai, nem így tudunk mondani, klasszik, hogy volt Whitman, vagy Keruak vagy Ginsberg, vagy Tudom tudunk mondani hogy valamit. Ők nem nagyon tudják azt mondani, hogy Babics Mihály, vagy Kosztolányi Dezső, vagy... Ki se -e tudják ejteni. <laughs> -e tudják ejteni, de ugyanez egy franciával is van, hogy mi azt mondjuk, hogy balzak Stendhal, vagy Viktor Ügő, pedig nem mondják azt, hogy jókai. Tehát uh, itt a az lehet, hogy a filmgyárt, hogy több, sok filmet forgatnak különböző, adózási okokból Budapesten vagy Magyarországon, de hogy kulturálisan nem sokat tudnak rólunk, az egészen biztos, de valószínűleg a lengyelekről, a csevekről, a szlovákokról, a románokról se, tehát ebben nem vagyunk egyedül. Már Hollywoodban, tehát Hollywoodról. Beszéljön. Jó, de azért volt egy olyan sztereotípia, ami azért nagyon, nagyon ütötte a szememet, hogy ezzel a képzavarral éljek. Ugye a Sziszi című filmben a magyarországi látogatáson gyakorlatilag ilyen Rasputinszerű fekete szakálos őrültek azok, akik magyarként megjelennek. Azért ez, ez, már sztereotípiának is sok. Hát meg jó, hogy a nyereg alatt nem pújtjuk a lovat, tehát, vagy fordítva a lovat. Hát a lovat alatt, búj, a nyert, igen, juklad, vagy, Tehát, hogy pontosan erről van szó, szóval ez mondtam ilyen viccesen, tehát, hogy, hogy sztereotípiákban gondolkodnak, de a film, de a hollywoodi műfai filmek is ilyenek. Ez nem azt jelenti, hogy ez ne, ettől még nem lehet szórakoztató egy film, de sajnos ott tartunk. Egyébként a, a, említetted a, a, a mindig minden, Ö, hol, mindenkor. Igen, ö, mindenhol, mindenkor. Mindenhol, mindenkor, egy megjegyezhetetlen című. Ö, 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 ugye a, a, Jamie Lee Curtis mamája még a, még a Pszichóban szerepelt, ami egy film volt. Ez a film, ami megnyerte ugye a legtöbb oszkádiat, ez a film, vagyok be őszintén, egy felnőtt 18 év fölötti embernek nézhetetlen. De tényleg, én csak azért nem jöttem ki a 26. percnél, mert ugye szakmailag meg kell nézni, meg akkor tudok róla beszélni, de hogy nagyjából elég sok felnőtt emberrel beszéltem, és nagyjából azt mondták, hogy elment a jó eszük az Amerikában, vagy a Hollywoodban, olyan tekintetben, de egyébként kában is láttuk, hogy ilyen hányos film nyert valamelyikében, tehát hogy nagyon-nagyon kemény ez a történet, hogy egészen normális, nézhető filmek indultak az Oscar díj versenyében, és valami őrületes ilyen virsdi újakon kamaszként nevetgélő film kapta a legtöbb díjat. Tehát, hogy ez hát egy kicsit engem elszomorít, de most remélem, az, hogy ebbe de vitatkozunk. azért nem menjünk vele, mert az E24, amelyik ennek a filmnek a stúdiója, ők az egyik legdinamikusabban fejlődő olyan cég, akik az elsőként mentek rá arra, hogy az algoritmusokkal hogyan és miként lehet a social média közönséget befolyásolni, és az, hogy ez a film nyert, egyébként hasonló utat járt be az a Neo nevű forgalmazó, amelyik néhány évvel ezelőtt az élősködőket vitte a csúcsra. Annak a cégnek a vezető egyébként a Harvey Weinsteinnek a jobb keze volt, tehát ő is azért nagyon erőteljesen benne volt mindegyik médiaágnak a mondjuk így finoman a manipulálásába. Ugyanezt csinálta most az E24 is egyébként. Nem mellesleg egy olyan befektetési alapon mögöttük, amelyiknek a, amelyik tulajdonója többek között a Dick Clark meg a Hollywood Reporter nagyhatalmú magazint is, meg a Billboardot is. Tehát, hogy az, hogy ez a film tulajdonképpen most hogy tudott kijönni Oscar díjnak, az nem feltétlenül a filmnek a, 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 függvénye, mert az utóbbi években, de egyébként gyakorlatilag az Oszkára mindig is el tudjuk azt mondani, hogy az mindig is egy olyan hiúság vására volt, hogy aki éppen a legjobban tudta befolyásolni a közönséget, vagy a szavazókat, azt tudott nyerni. Tehát, hogyha most visszaemlékezünk, ha már megemlítettem a, a Weinstein, tehát azért visszaemlékszünk arra, hogy a szerelmes Shakespeare című film hogyan tudta lenyomni például a Ryan közlegény megmentését az Oscar Díjon, és akkor most több más, más hasonló ilyen alulmaradást ne is mondjuk. Az Oscar díj az nem feltétlenül mindig a legjobb film díjában mérendő, hogy merre halad a filmvilág, sokkal inkább abból, hogy mondjuk, mondjuk melyik azok a filmek, amelyek a tízes listába ugye most már bekerülnek, de ettől függetlenül én nagyon-nagyon boldog vagyok annak láttán, hogy, hogy a, a, Jamie Lee Curtis ezt az egész filmet és a filmmel azt, hogy újra rivard a fénybe került, ez milyen fantasztikus hype volt neki is, és ugye, ugye bejárta a világot, hogy az oszkáron a a lejöve kapott kérdést a magyar gyökereire vonatkozólag, de azt megelőzően, amikor a kis közül... fogatta? a a Katica, de ne ragadjunk le itt, mert szerintem nem az a fontos, csak hogy. Még most... Hogy a... bocsánat, hagyj hagy hogy viszont a Screen Actors guild oldon, ahol nem kapott róla kérdést, ott is azzal kezdte, hogy édesapám magyar, édesanyám pedig dán, én pedig itt vagyok most, és ez a mi közös díjunk. Tehát, hogy ott kérdés nélkül is hivatkozott a magyar gyökereire. Gyökerei, tehát azt gondolom, hogy az, hogy ez Hollywoodban ennyire benne van, és ennyire megtapsolják, és a mai napig is tudják azt, hogy ki az a Tony Curtis, azért azt gondolom, hogy erre büszkének lehet lenni. Hát Igen, ez csak ez ez egy, Hollywood Helye, és nem ragadunk le ennél okay. a filmnél. Nagyon örülök, hogy Jamie Lee Curtis, de ő már másod vagy harmad generációs magyar. Menjünk, egy menjünk az első generációt. Az, hogy Hollywoodban ezek a filmek, ha már erről beszéltetek, azért ne engedjük el teljesen, mondjuk ilyen színvonal, vagy ilyen szinten léteznek, és most én nem akarok erről véleményt mondani, Mennyiben felelős ezért akár William Fox alias Fried Vilmos, vagy, vagy Cukor Adolf? Felelős ezért? Mert mégiscsak az alapító atyák közé tartoznak, nem felelős. Nem feltétlenül felelős, de, de hát maga az, hogy Hollywood hogy működött, hogy alakult ki, abban, abban nagy szerepük volt, illetve abban hogy jó szemük volt ahhoz, hogy, hogy milyen filmeket érdemes, milyen műfajokat, ott eleve műfajokban gondolkoztak, ez a műfaj alapú filmgyártás, milyen műfajok, milyen műfai sablonokat alakítsanak ki, ahhoz milyen színészeket válogassanak, ezek a, a typecasting akkor jött divatba, tehát hogy ebben azért, ebben azért szerintem is benne van a magyarok keze. Én és nem hogy az nem a kamerát? Hogy azt nem, igen. Na, egyik legfontosabb kérdés. Igen, Én nem hát szeretem igen, azt mondani, Sándor hogy mi ebből alapítottuk Hollywoodot, mert én ezt egy kicsit túlzónak tartom, de az tény, hogy, hogy elég sok mindent hozzátettünk mi magyarok is. Én még a sztereotípiákra azért visszakanyarodtam volna, és ez azért érdekes, mert én angol szakos voltam, és volt egy Amerikából érkező vendégoktatónk a 90-es évek végén, amikor egyetemista voltam és azzal jött ide, hogy benne az a kép élt, pedig akkor már létezett az internet, hogy itt Magyarországon mindenki fejkendőt visel, és ilyen fejkendős hölgyek, nénikék, meg nem ilyen népi viseletben, és nagyon meglepődött, amikor bejött mondjuk a mi csoportunkba, és ezt el is mondta nekünk, hogy mi úgy öltöztünk, mint a Spice Girls akkoriban, vagy nem is tudom melyik melyik de tehát, hogy vannak ezek a képek, amik bejárják nyilván, hogyha valaki rákeres Magyarországra, akkor akkor, feljön a népviselet, feljön a, a fejkendő, feljön a, akár mondjuk egy bajuszviselet, vagy, vagy szakálviselet, és ha valaki csak felületesen ismeri, akkor, akkor ez, ez, ez marad meg benne, vagy ezt, ezt látja meg Magyarországból. Egyébként, bocsánat, az is egy érdekes kérdés, hogy mennyire ismerik a filmjeinket, tehát a magyar filmeket. Ugye az ha kell is... nekik ismerni ezeket a filmeket? Tehát azért mégiscsak Gondoljunk bele. Egy, egy ismerik. Egyébként Bocsánat. valószínűleg hogy ismerik, de 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 végül is, uh ismerik. Azt mondják, hogy partikulális volt szerencsém egyszer Tarantinoval egy Káni fogadáson beszélgetni, és ugye honnan jöttél? És mondtam, hogy Magyarország, és elkezdett a Jancsó filmekről áradozva beszélni. De tudom ezt mondani francia filmrendezőkről, például a Christophe Gans, akivel szintén volt szerencsém itt többször Magyarországon lenni, ő miután itt az egyik látogatásán itt volt, utána külön listát küldött nekem, hogy mely magyar filmeket, például a Kosa Ferenc 10.000 nap, hogy szerezzem meg neki, és küldjem ki neki, mert ő azt szeretné megnézni, mert hogy hallott róla, de nem látta. Tehát, hogy Azért azt gondolom, hogy azok a, azok a azok az alkotók, akik méltán nagy nevűek, akár Hollywoodban, akár a világ másik részén, azért a magyar film alkotásokkal, például csak amiatt, hogy ugye az Oscarra-on hivatkoztam, hogy, hogy, milyen sok Oscar díjunk van, már csak emiatt is gyakorlatilag folyamatosan ébren vagyunk tartva. Tehát az, hogy a magyar film az ott van, az élvonalban, vagy valami miatt figyelni kell rá, azt gondolom, hogy ezzel tisztában vannak. Hát a magyar új hullám, bocsánat, amit mondtál, az mind a kettő példa a magyar új hullámról szól a 60-as évek leg magyar film készítéséről. Én azt gondolom, hogy arról nagyon-nagyon sokat tudnak, és ahogy közeledünk az időben a mostani korhoz, úgy egyre kevesebbet, szerintem. Hát Balázs, a... Balázsba, a, bocsánat, de Balázsba igen, igen de, hogyha már szóba hoztad nekem is van egy személyes élményem egy hollywoodi sztárhoz. Én 99 őszén botlottam bele a belvárosban rá a Inkognitóban járta a várost, mint utóbb kiderült, a Szabó Istvánnal volt egy megbeszélt találkozója és hát én oda léptem hozzá, bemutatkoztam, nagyon kedves volt, megittünk együtt egy kávét, egészen hihetetlen volt, és utána megjött a, a Szabó, és hát én nem akartam ott lábatlankodni, megköszöntem a beszélgetést, és ő úgy írta alá a kis papírra az autogramot, hogy, hogy Ralph Fiennes a másik gróf. Vagyis tulajdonképpen ő valahogy azt a szerepet úgy érezhette vagy úgy érezte, hogy kicsit magyarra vált és ezzel gyakorlatilag egy picit így reflektált arra a dologra, hogy most hollywoodi magyarok, ez a történet, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes és tehát én utána sokáig ezen így gondolkodtam, hogy ez nagyon érdekes volt így. Jó, ugye azért a magyarok igazán a 20-as évek közepén jelennek meg Hollywoodban, tehát akkor van a nagy emigrációs hullám, amelyik eléri már Amerikát is. Uh, ugye, hogy csak színészeket emlegessünk, Beregi Oszkár, Várkonyi Mihály, uh, Lucy Dorén, ugye uh, Kovács Ilonka, Puttilia, Szőke Szakáll, mit csoda nagynélt, Gábor Zsazsa, Bánki Vilma, Péter Lorre, Löwenstein László vagy Lugosi Béla. Uh, mit visznek Hollywoodba ezek az emberek? És most még nem említettük a nagy rendezőket. Mit visznek a színészek Hollywoodba? Mi az, amitől Hollywood változik, vagy pedig beolvadnak abba a rendszerbe, amit Hollywood jelent, és, és nem tesznek hozzá semmit, csupán a nevüket? Szerintem beolvadnak, viszik a tehetségüket, az ötleteiket, a színészvezetést, és aztán szép lassan beolvadnak. Meg azt sem fejletjük el, hogy ők még hozzák a magyarságukat, ugye a, a, azt a kultúrát, amit... A, 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 amiben felnőttek, de aztán a következő generációk, hiába magyar származásúak, ők már nagyon keveset tudnak abból a kultúrából. Tehát valószínűleg azokban a filmekben még valamilyen szinten megjelenik az a kultúra, ami nekünk fontos, de a későbbi filmekben gyakorlatilag betagozódnak. hát Sokkal szigorúbb az egész filmgyártás, sokkal kevesebb a rendező szerepe teljesen másképp gondolkodnak a színész tehát, tehát, tehát nem, nincsen könnyű dolga valakinek, hogyha, hogyha a magyar kultúrát szeretné a Hollywoodban meghonosítani. Mit, ho, mit, hogy mit hoznak magukkal, én ezt azért kiegészíteném. Tehát ugye a Hollywood hőskorával kapcsolatban egy mondatot azt majdnem minden néző szerintem ismer, hogy ki van írva egy hollywoodi stúdióba, hogy nem elég, tehet, nem elég csak magyarnak lenni, tehetségesnek is okay. kell lenni hozzá. Ez volt az egyik. A másik, amelyek a 20-as években is, hogy mit hoztak a magyarok maguk a Hollywoodba, az a mondás volt Hollywoodban, hogy milyenek a magyarok, hogy a forgóajtón a sorban mögötted áll, de előtted fog kimenni. És ez szerintem az, hogy azokat a neveket, akiket most felsoroltál, azok mire jutottak azzal, hogy gyakorlatilag se a nyelvet nem beszélték igazán jól. Tehát a kertésznek is hány olyan szorít tudunk, hogy, hogy egyszerűen, mit tudom, én pocsolyákat kért az utcára, és kut, pudlikat hoztak, mert az angol szókép nagyon-nagyon hasonlít hozzá, és egyszerűen nem értették, hogy mit mond, és megjelentek a pocsolyák helyett több száz kutyával a forgatáson. Ezek ilyen legendás történetek. Meg se tanult rendesen, de mégis, hát még az Elvis Presley is ráhivatkozott, ugye, amikor rendezte az elvis és gyakorlatilag az Elvis galériát, meg mindent az gyakorlatilag neki köszönheti. Tehát egy olyan szeme volt, egy olyan olyan művészi látásmód, ami azt gondolom, hogy egyedülálló, de hogy most a Lugosi Béla is élete végéig akcentusosan meg tudott maradni egy olyan elképesztő sztárnak, akinek a, a hollywoodi ö, ö, akadémiai múzeumban külön elképesztő vitrinje van, ott van ugye a, a köntöse, meg a papucsal. Tehát, hogy a mai napig ezek olyan fontos attribútumai a Hollywood sikergyárnak, és ugye itt a, Halli, és ugye Hollywoodban a siker az mindig mindennek a fokmérője. És ezek az emberek elképesztő sikereket tudtak annak idején elérni, és ezt azt gondolom, hogy az akadémiai meg a, meg a hollywoodi létezés is továbbra is a szívébe zárja, mert hogy ezt a sikert akarja a mai napig is mindenki megismételni. Ennek ellenére a magyar, mint sztereotípia, negatív. Nem minden esetben. Én nem mondanám azt, hogy minden esetben. Tehát azért most, ha már itt ugye említette te is ugye hát a, az almási gróf, de ott van például a napfény íze, ami, ami, azt gondolom, hogy pozitív. Azt, hogy most néhány filmben, egy-két lumpen helyzetben ott vannak a magyarok, zákson mondanám, de ott van például a, a Music Box című film, ami szintén egy ilyen magyar tulajdonképpen felismerés történet, tehát nem gondolnám azt, hogy ezek minden esetben csak negatív dolgok. Hozzáteszem, hogy ugye Hollywoodra az is igaz, hogy a rossz reklám is reklám, és tulajdonképpen végül csak jól jövünk ki abból is, mert inkább mi legyünk ott, mint más. Én ezt egy ba, nem, nem, balázs, te is így gondolod? Én, én csak azokat tudom megerősíteni, hogy amikor ide jönnek amerikaiak forgatni, nekem erről vannak itt tapasztalataim, és kollégákkal sokat szoktunk erről beszélgetni, hogy ki milyen szájízsel, milyen élményekkel távozik Budapestről, és ezt hogyan tudja később feldolgozni, vagy vagy odahaza Los angeles erről, miket mesél a Partikon, vagy a, vagy a barátaik között? De most az a fontos, hogy mit beszél a Partikon a barátainak, vagy, vagy az, hogy mit mutat meg rólunk? Hát én azt gondolom, hogy ez is is. Uh -huh. Ez hát szerintem a partikon a barátok, egy gin tonik vagy valami más mellett vidáman elbeszélgetnek ezekről a dolgokról, de a világ filmcínházaiban, meg a, a megosztófájlókon azért a, a, az a kép jelenik meg, amit nem a partikon mondanak el. Ott megjelenik az, hogy a Will Smith fölmászik a lánc tetejére, Én, és ez sokkal több nézőt vonz, vagy az, hogy a, a két meg kínón az esti showban Animal cannibals t repel, és az egész, egész Amerika állal estve nézi, hogy és, ez, és ezt így hogy. Tehát, hogy azt gondolom, hogy azért ennek a dolognak az, hogy most már ilyen sokat járnak ide az amerikai sztárok, és ennyire jól érzik itt magukat Budapesten, az azt gondolom, hogy mindenféleképpen egyrészt a magyar filmszakmának egy fontos elismerés. Mert az, hogy van egy adóvisszatérítési rendszer, az egy dolog. De hogyha itt nem lennének olyan szakemberek, olyan tudású szakemberek, olyan felkészültségű szakemberek, akik ezt a munkát megfelelő színvonalon el tudják végezni, akkor csak az adóvisszatérítés miatt nem jönnének ide. Tehát nem csak kell. Én azt gondolom, hogy ez most már egyáltalán nem csak pénzkérdés, az meg egy külön beszélgetésnek a tárgya lehetne, hogy egyébként ennek meg mennyire isszák meg részben a magyar filmesek a levét, mert ugye amikor egy jó szakembert szerződtetni kell egy magyar filmbe, akkor a hollywoodi stúdiók fizetéseivel kell konkurenciába állnia, egy diszletépítőnek, egy operatőrnek, egy fókuszpullernek, stb. stb. Mert ennél sokkal több pénzért is el tud menni egy hollywoodi produkcióba, ami egyébként sokkal tovább is tart, mint mondjuk egy magyar filmnek a forgatása. De szerintem ez nem akkora nagy baj, hiszen ha megnézzük, hogy melyik kultúra nem gondolkozik rólunk, ami semmiről nem gondolkozik egyébként, de egy ilyen ködöknézegető kultúra, ahol arról van szó, hogy, aki nem amerikai, az nem is nagyon tudjuk, hogy hol van a térképen. Egyáltalán nem érdekes, hogy ki honnan jött. Egy olvasztó tégeiről van szó, nem arról, hogy mindenki rakja be a kultúráját, és akkor egy egyre színesebb kultúráról beszélünk, hanem arról, hogy létrehoztak egy nagyon Bizonyos formára szabott kultúrát, amit elneveztek amerikai kultúrának, az európai kultúrák sokkal mélyebb gyökerűek, ugye, mint tudjuk, és akkor nagyjából ezen fölül nem akarnak mást mutatni a világnak. Tehát, hogy azért nincs, szerintem, Túl sok negatív sincs, de túl sok pozitív sincs semmelyik nemzetnél. Azért nincs, mert nem akarják megmutatni, mert nem ez a cél, hogy bármilyen kultúrát megmutassanak, és ahogy például elkészül egy francia film, nem akarom erről hosszabb beszélni, hogy akkor, akkor ott, ott, ott a, a, franciák azok ugye be, rögtön látom, a második perctől látom, hogy ez egy francia film, vagy egy magyar filmet nézek, akkor is a ötödik perctől egy jó magyar filmnél, már meg tudom mondani, hogy ez egy magyar film, ugyanúgy egy lengyel filmnél. Mert, 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 mi adjuk a kultúránkat, a gondolkodásunkat a világról. Hollywoodban ezt nem szeretnénk, ott üzeneteket szeretnének átadni, és azokat az üzeneteket nagyon keményen, nagyon profin becsomagolják egy ilyen szórakoztató szaloncukor papírba. Erre nagyon jó példa ez a minde, mindig, mindenhol, mindenkor, ahol ez teljesen profi minden kvótának megfelelt a film, benne voltak a fő üzenetek, és berakták egy ilyen idétlen kölök történetbe. Ez annak a generáció szólt, akik a mobiltelefonjukat nézik a tanórákon is. És tehát, egyébként hogy... a mozilátogató közönségnek a kétharmadát ők teszik ki, tehát gyakorlatilag Igen. ők keresik a pénzt a stúdiórendszernek. Mozilátogató keresik... vagy a az okos eszközön filmet nézve. A moziban is, mert egyébként ha most látjuk azt, hogy mondjuk a moziban mely filmek azok, amelyek hatalmas nézőszámot érnek el, tehát az, hogy Magyarországon egy millió néző fölött van a, az avatárnak a nézettsége, hát ezt mondjuk legutóbb Várkonyi Zoltán tudta elmondani, aki mondjuk a 20 filmjével 40 millió nézőt csinált a, a mozikban. Mennyivel kevesebb pénzből? Mennyivel kevesebb pénzből, nyilvánvalóan. De hogy, de hogy az, az igazán Szórakoztató filmekre az a helyzet, hogy sokkal inkább a fiatalok mennek még el mindig a moziba, mert ugye nekik ez továbbra is egy ilyen közösségi szórakozási élmény, és nekik ez egy fontos úgymond találkozási pont. És az idősebbek azok, akik inkább már otthon maradnak, mert ugye most már neki is van okos eszköze, nem az van, hogy csak a tévén tudja nézni a nappaliban a, a filmet, hanem mondjuk adott esetben anyu a kedvenc piros betű sorozatát a konyhába főzés közben is meg tudja nézni, de ez amelyek most, között szintén vannak nagyon jó magyar kötődésű. Nagyon hagy... fontos, amit mondtatok, de Katát csendre kárhoztattátok. Igen, de. Ez, a fajta, ez a fajta filmgyártás, tehát ez a, ez a nagyüzemi tömeggyártás gyakorlatilag, ami megvalósul most már az amerikai filmgyártásban is, elsősorban ott. Ez nem teszi zárványokká azokat a, azokat a filmkultúrákat, amelyek valóban próbálnak valami sajátosat és mondjuk a saját nemzeti tulajdonságaiknak megfelelő, vagy jellegzetességeiknek megfelelő filmművészetet kialakítani? Szerintem nem feltétlenül. Tehát, hogy pont, hogyha már az oszkási sikereket nézzük, ha az élősködőket nézzük, az egy nagyon jó példának az ellenkezőjére. Vagy arra, hogy a, például a brit kosztümös filmek, ugye 1933-tól Alexander Korda, Korda Sándor, 8. Henrik magánélete, aminek ott volt a premierje Amerikában. Tehát először New Yorkban volt a, a premier és csak utána vitte Londonba bemutatni, amikor már ott megvolt a hype körülötte, és akkor már az ottani közönség is jobban érdeklődött iránta, és azok a kosztümös filmek, akár egy Jane Austen adaptációt nézünk, bármi, óriási sikerek tudnak lenni a, a, a tengeren túl. Vagy például a, tényleg a, az élősködőket ö, ö, tudnám erre mondani. Tehát, Jó, hogy nem, feltétlenül, nem feltétlenül ö, nem feltétlenül, ö, nem feltétlenül ö, az, az, viszont én azt akartam, még a partikra akartam vissza, vissza <laughs> utalni egy kicsit meg, hogy mennyire fontos, hogy a partikon mit mond a haveroknak, mert ott filmes szakemberek vannak, ott filmes, és amik, abban a pillanatban, amikor meg kell egy döntést mondjuk egy, egy rendező havának, hogy akkor hova vigye a filmjét forgatni, akkor az nagyon számít, hogy mit mondanak róla, mik azok a háttérsztorik, amit esetleg a sajtóban ő nem nyilatkozik le, mert mert uh, udvarias, vagy nem akarja megsérteni az adott országot utólag, de az, hogy kinek, hány embernek csinál még kedvet ahhoz, hogy hogy itt forgasson, az igenis számít, vagy hogy jön meg a kedve. Én a Thomas Alfredson-t mondanám, aki még a Titanic Film dolgoztam akkoriban, és ő itt kapott a Titanicon egyszer díjat az Engedj című filmért. És akkor sétálgattunk vele nagyon sokat, mutogattuk neki a várost, 2000, ez, 2008-as filmje volt, 2011-ben a Schuster Szabó Bakakém kijött, aminek a Párizsi udvarban indul a, a nyitó jelenete, illetve Mucsi Zoltán van benne, meg Kálói Molnár Péter például. Tehát, hogy ezek, ezek a dolgok azért igenis azt gondolom, hogy nagyon sokat számítanak és sokat Jó, adnak. Most jön a helyszínkutatás. Ezt csak Igen. meg tudom erősíteni, mert én úgy tudom, hogy eredetileg ugye ezt Prágába szándékozott ő el elkészíteni. Ez két szomszédvár, a... most Budapest ér? és Prága ebben az ügyben? Hát én azt gondolom, hogy most már előtte járunk, Igen. Prága előtt járunk Igen. Jócská, jöztünk, ez még jöztünk. egy olyan 10-15 éve még olyan 50-50-50 volt, most már azt gondolom, hogy bőven Prága előtt most vagyunk. Most már csak London kell megverjük. Igen, igen. 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 Igen, de hogy visszatérve erre, tehát hogy nyilván ott volt benne egy olyan belső késztetés, hogy, és utána ezt le is nyilatkozta a sajtónak, hogy Budapest alkalmasabb, a jelenetekhez, az által elképzelt jelenetekhez, ami a regényben olvasható, a megjelenítéshez. És hát utána gyakorlatilag ezt látjuk is, hogy a Párizsi udvar az, az tökéletesen hozza, vagy a halászbástya a film nyitó jelenetében ezeket a képeket. Miért alkalmasabb? Mivel indokolják? A látványal vagy azzal, hogy itt lényegesen egyszerűbb megoldani a forgatást? Egyrészt, amiről Viktor beszélt, hogy van egy hihetetlenül felkészült szakemberkárda, van egy pénzügyi előny az adóvisszatérítéssel. Talán ö, valóban közelítenek Hollywoodihoz a hollywood a, a bérek, de azért még nem érik el ezt. Tehát egy, a, a Human Research is ö, olcsóbb, ö, és, és ráadásul mondjuk azok a ö, adott esetben, hivatali akadályok, amelyek máshogy megnehezítik a dolgokat, itt sokkal könnyebben átjárhatók. Meg neoklasszicista épületeink tömkelege, tehát bizonyos korszakokat. A azért a hivatalt nem engedjük el, mert, mert azért a budapestieknek szerintem nagyon sokszor hullik a haja, amikor az András úton nem lehet megállni, mert végig ott állnak a világító autók. Igen. Igen. Én azt gondolom, amit mondott Piklós, hogy az építészeti örökség az egy nagyon fontos kérdés egy művészeti szempontból egy rendezőnek, amikor elolvassa az első treatmentet, szinopszist, elkezd gondolkodni a helyszíneken. Én azt gondolom, hogy Budapest fantasztikus erőnyben van más világvárosokkal szemben, itt tulajdonképpen bármit kis túlzással bármit meg lehet csinálni. Ugye itt az említett film, ez az a hidegháború idején játszódik. Én azt gondolom, hogy ilyen szempontból Prága is alkalmas lehetett volna akár, de, de mégis Budapesten találta meg azokat, a, azokat az építészeti jellegzetességeket, kapuaj, homlokzat, bármi, amiben ő beleszeretett. És ez, és ez, és ez egy, szerintem egy szenzációs dolog és nem ő az első, és az amerikaiak is gyakran bele szeretnek, és még akár ennek építézik, építészeti vonatkozása is lehet, úgyhogy nem tudom, hogy hányan tudják, hogy a Fort Worthi Operaház például, amit az építész a budapesti, illetve a bécsi operaháznak a, a mintájára készített el, és ez volt, a, ez volt, az álmuk az amerikaiaknak, hogy ott Texasban is legyen egy, egy ilyen operaház, ami ezt a a klasszicista hozza. Tehát országi más szempontból, turisztikai szempontból nagyon sokat hoznak ezek a filmek, hogyha tudjuk is kommunikálni, hogy ezt itt forgatták Budapesten vagy Magyarországon. Kellően kommunikálják egyébként. Mert fél... Például a. mi is volt a címe? Szintén nagy rész Budapesten játszódik és egyszer sem hangzik el benne, hogy ez Budapest, mindig Moszkva és, és a többi... <laughs> Szentpétervár, miközben azért egyértelmű, hozzá. hogy Igen. itt vannak Igen. a budapesti helyször. operaház, lehet látni. Azt gondolom, hogy az, hogy, az, hogy gyakorlatilag a, a filmnek a primér szövegében nem feltétlenül hangzik el az, hogy Budapest, ma már a nézőközönség is pont azért, mert hogy nagyon-nagyon fiatal a közönség, meg ugye ma már az interneten keresztül rengeteg egyéb információhoz is hozzá lehet jutni. Gyakorlatilag, ha most valaki megnézi, hogy a Blade Runner 2049 helyszínei hol vannak, vagy csak egyszerűen rákeres a filmre, az rögtön feldobja neki az internet, hogy Budapest mely látványos pillanatai és mely látványos épületei vannak benne a filmbe, és nagyon-nagyon sok egyéb filmről lehet ezt elmondani, most még az atomszőkétől kezdve sorolhatnánk a közelmúltban itt készült nagy hollywoodi filmeket, ahol Budapest nem feltétlenül játsza Budapest, de a, a, a közönség már csak azért is, mert hogy ez is egy ilyen social media effekt, hogy a, a stúdiók erre direkt úgy építenek rá, és ez az E24-nek a sikere is tulajdonképpen ebben rejlik, hogy ugye a nézőkben megteremtik azt az érzetet, hogy hoppá, ezt én találtam meg, ezt én fedeztem föl, és akkor én gyorsan megosztom a kis közönségemnek, gyorsan megosztom a kis baráti társaságomnak, és például az, hogy Budapest miként és hogyan szerepel a filmekben, ezt most már a nagy hollywoodi stúdiók, amennyire én látom, direkt így alkalmazzák, hogy ha nem kerül ki primérben, hogy ez itt készült, akkor ebben a suttogó kampányban népszerűsítik. És ez nekünk nyilvánvalóan jó pont, amit te is elmondtál, hogy, hogy az, hogy a partikon ennek egyébként milyen extra hatása van. Hát ugye most az egyik legnagyobb stúdióval az országban beszélgettem a vezetőséggel a napokban, és 2026-ig gyakorlatilag le van foglalva. Tehát, egy hogy... óriási dolog, és ez valóban meglepő, amit mondtál, ez a fajta szürke marketing, mert ez, ez tényleg egy, egy nagyon fontos de akkor most Miklós szembesítsük egy mondásával, azt mondja, hogy persze Hollywood használ minket, de egyébként, ha meg kéne nem mutatni, hogy hol vagyunk a térképen, nem tudnak. Igen, mert ez inkább ilyen kulturális térkép, amire én gondoltam, tehát nem konkrétan arra, hogy az a filmrendező, kit forgatott, az meg tudja mondani, bár elég sok popstárnál is mondják, hogy Jó, mondja magyarul, hogy üdvözli Budapestet, de fogalma nincsen, hogy hol van a térképen, ezt inkább kulturális térképre gondoltam, hogy ezt nem nagyon tudjuk átadni, meg azért ne felejtsük el, hogy említettük Jimmy Lee és szerint ezt a helyes, ezt most nem fogom elénekelni, hogy Katica, 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 felmászott a fára, felmászott a fára, felmászott a fára és aztán hozzátette gyorsan, hogy azért ne, te, ne, ne tehát a néma csönd után, hogy ne, kell, ne, ne, tessenek engem eltörölni ezért, ugye a cancel kultúr, culture gondolva, és minthogyha lenne az egész mögött egy rettegés, egy félelem, hogy hogy, 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 hogy föl merem -e én vállalni bármilyen értékemet, a, a, a na, nagy egész átlag, massza ellenében? Hogy, most hogy ez nekem egy van egy komolyabb származás. Akkor ezek szerint ciki Hollywoodban magyarnak lenni? Miközben az alapító atyák azok mind ott vannak, a nagy alapító atyák között ott vannak a nagy magyarok? Azt gondolom, hogy azért, azért nagyon sokáig erre tényleg nem lehet számítani, tehát azért ez most már száz év távlatából nézzük, tehát ugye az, hogy most már a, a, 20th Century Fox logóból is kikerült a Fox felirat, és ugye most már csak 20th Century Studios néven vagyunk, tehát ugye ez volt még az utolsó nagy álló bástyája a magyarok alapította Hollywoodnak, de már ez is eltűnt, tehát hogy azt gondolom, hogy a világ az nagyon változik, és a filmipar is nagyon változik. A filmnek sem az a már a szerepe, mint például a, akár a, a, az alapításkor, meg mondjuk az 50-es, meg a 60-as, meg a 80-as, meg a, a 2000-es évek elején. Tehát ugye most már a streaming szolgáltatók olyannyira elértéktelentették a, a, a filmet, hogy gyakorlatilag tényleg olyanná válik már, mint egy ilyen gyors dolog. És ahhoz, hogy mondjuk valaki nagyon markáns filmélményt tudjon adni a, a nézőnek, abban, abban, azt gondolom, hogy például, ha csak a Saul fiát vesszük, hogy miért kapott Oscar díjat, hogy ugye egy ilyen first person shooter videójáték analógiájára meséli el a holokauszt borzalmait, ezt annyira uh, újszerű és annyira fantasztikus ötlet, uh, és annyira kivételes módon megcsinálva, hogy nem véletlen, hogy oscar díjat kapott uh, ez a film. Tehát addig, ameddig a magyar film ki tud termelni ilyen zseniális uh, megoldásokat, amire tényleg fölfigyel a világ, akkor azt gondolom, hogy uh, nagyon uh, büszkék lehetünk magunkra, de ha most csak érintőlegesen, tehát uh, azt mondjuk, hogy uh, ott volt az Elizabeth Csáj Vásárhelyi, ugye, aki a legjobb dokumentumfilm kategóriában nyert, ugye az édesapja Vásárhelyi Miklósként, uh, ugye Menekült, és a New Yorki Egyetemen tanít, hogyha jól tudom. Még ő is büszkén vállalja a magyarságát, és amikor az Oscar díja neki is átadásra kerül, akkor ő is beszél erről. De hogy, tehát az, hogy a, a Sipó tavaly Oscar díjat kaptak, és ugye a, szerintem ö, ö, Nyugodtan vegyük oda a Dűnének a hangját is, ugye, mert hogy ott is részben azért érdekeltek vagyunk. Ezek tényleg annyira fantasztikus dolgok, hogy ez mutatja a világnak, hogy azok a szakemberek, akik Magyarországon dolgoznak, és hogyha ide jössz akármilyen külföldiként, és a filmedet a magyar szakemberekre bízol, a helyszínek adottak, és vannak kiváló szakemberek, akik ebben is nagyon jól tudnak neked segíteni, akkor azt gondolom, hogy jó helyen vagy. És ez egy olyan üzenet, amit egyébként, ha most meg akarnánk venni marketingkampányba, akkor képtelenek lenni. Rá. Az, hogy globalizálódik a filmipar. Eltet, szét szétmegy gyakorlatilag az amerikai film megjelenik Európában, mert itt forgatják le, és amerikaiként adják el. Ez mondjuk ab, lehet úgy fordítani, hogy ezáltal Magyarország is ha nem is filmművészeti, de gyártási nagyhatalommá válik, miközben egyébként ennek a mellékvizén, mint például a Saul fia, és még lehetne sorolni néhány filmet, azok, azok pedig valószi, valódi művészettel és valódi kísérlettel adott esetben inspirálják a, művészet, a filmművészetnek a fejlődését. Hát abszolút, tehát ezért ezek az, ezek a technikai tudások, tehát az, hogy mondjuk valaki dolgozik mondjuk a Dűne című filmben, vagy akár a, a Ridley Scott rendezte filmben, vagy sorozatban, ott a világszínvonalat képviselő rendezőkkel, színészekkel dolgozik. Nyilvánvalóan az, hogy együtt töltenek hosszú hónapokat, és utána ő mondjuk egy magyar produkcióba elmegy, ez a tudás, ez leszivárog a magyar filmekbe is, és egyébként ez látszik, ami a legkevésbé szivárog le, az a forgatókönyv, és szerintem ott vagyunk a magyar filmek, meg a magyar alkotásokban többnyire elmaradva, de azt gondolom, hogy látvány és megvalósítás, tehát vágás, világítás, tehát a magyar operatőrök, tehát Kótai Lajos, Pados Gyuszi, meg Rév Marcel, és akkor most messze Menjünk vissza vég, a legelejére, Korda Sándor, Igen, tehát aki azért gondolom, az hogy, hogy addig, ameddig ilyen neveket fel tudunk és, mi, és minden évtizedben vannak kimagasló, tehát nem az, hogy futottak még, bocsánat, Ragály nem mondtam, a Ragály is nagyon komoly hollywoodi pedig, pedigrével rendelkezik. Tehát addig, ameddig ilyen neveket fel tudunk sorolni, és nem csak Zsigmond Vilmos, akit bocsánat kihagyta, tehát, hogy meg a Kovács Lászlót, tehát, hogy ezek fogalmak, és amikor arról beszélünk, hogy most beszélnek a Hollywoodban a magyarokról, akkor ezekről az emberekről, ezeknek a munkáknak a fontosságáról folyamatosan említést tesznek és hivatkoznak rá a mai napig. Tehát Zsigmond Vilmosról, aki optika van elnevezve. Tehát, hogy úgy mennek be az operatőrök a, kölcsönzőbe, hogy a Zsigmond Vilmos, meg, a, meg, meg, meg hogy világítás a lajosing, ugye Koltai Lajosról, tehát hogy az a fajta világítás az a lajosing. Tehát ezt nem is kell mást mondani a szakmának, hanem hogy most akkor ezt a jelenetet lajosinggal világítjuk be, és akkor az úgy van. Egyébként nagyon jó példa, mond bocsá, hogy én csak hát. azt akartam mondani, hogy mennyire globális hogy hogy gyártási helyszín vagyunk. Én azt gondolom, hogy már ez is nagy dolog, hogy ide jönnek, meg felfedezik az ezeket az adottságokat, az épületeket. A, hogyha a Brit filmet nézzük, én erre specializálódtam. Például Skóciában, Írországban ugyanez volt, hogy eleinte csak csak mint forgatási helyszínt keresték, és a hollywoodi produkcióknak, sőt volt, ott is volt amikor a Skóciát Írország alakította például a, a tehát, hogy ezek, ezek, és csak később, de mind-mind-mind hozzájárult ahhoz, hogy felfedezzék, hogy milyen gyönyörű tájak vannak, milyen jól lehet forgatni, és később ez nagyon jól visszahatott az ottani filmiparra és annak a fejlődésére. Mondok egy másik példát, a, itt van az új John Wick film, a négy, negyedik rész, hogy abban két Delacroix fesmény egymással szemben nagyon-nagyon fontos, hát a kérti, de hogy nagyon-nagyon fontos funkcióval bír, és ezt csak arra akartam mondani, hogy azt mondjuk, hogy az avatar, avatárt már egy, milliárd, egy millió, de világban már nem tudom hány milliárdan látták, azt értem, nagyjából a 40. percnél aludtam el szinte majdnem rajta, annyira unalmas volt, mert most a második be, részről, a volt a volt, a részről, részről, beszélek, <laughs> é, igen, szeretek jókat aludni, nem, tehát, hogy unalmas volt, ez a filmnek, ez a ez film ugyanúgy három órás film volt, minden másodpercét, tehát ha jó filmeken nem szoktam eludni, minden másodpercét élveztem, de miért? Mert ő gondolt valamit a kultúráról, gondolt valamit arról, hogy ő, hogy hogyan rendez be egy filmképet, ugye az egyik legnagyobb baj a mai Hollywoodnak, hogy nem rendezik be a filmképet, de az nem is baj, mert olyan gyorsan vágják, hogy úgy sincs idő megnézni. A John Wick, ez egy óriási kivétel, egyszerűen lenyűgöző az a képi világ, amit elénk tár, és itt gondol nagyon sokat a kultúráról is, tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy vannak kivételek természetesen, vannak olyan Hollywoodi alkotók, akik akár a saját kultúrájukat, hogyha... han valamilyen származás, európai származással bírnak, bele szeretnék vinni, és vannak olyan alkotók, akik nem szeretnék belevinni a saját kultúrájukat, és szerintem ez nem pénzkérdése, hogy akkor azzal mennyit lehet keresni, vagy mennyit nem lehet keresni. A filmtörténet ugye teli van olyan példákkal, amikor értékes filmeknek is nagy volt a nézettsége, vagy teli van olyan példákkal, amikor olyan filmeket néznek nagyon sokan, amit egyáltalán nem is kellett volna, hogy elkészüljön, és ne felejtsük el azt, hogy azt mondjuk, hogy a fiatal fiatalok nézik, akik a mobiltelefonnal játszanak egész nap, fiatalok nézik a, a, a legtöbb filmet, ami valószínűleg kilóra ezeket akit ők kérnek rá a legjobban, ami nem azt jelenti, hogy nem kellene ö, értékeket eléjük rakni, ha más nem, akkor legalább néhány Delacroix festményt lássanak egy John Wick filmben. Na, de hát érték az, amit Magyarországból láthatnak. Ugye most franciáknak kutatsz most Igen. éppen helyszíneket. Milyen szempontokat adnak meg, amikor egy helyszínt akarnak? Mi, mi az, amit kérnek? Minek feleljen meg egy helyszín? Ez azért alapvetően mindig változó, de mondjuk, hogyha ezt a mostani helyzetemet említem, akkor azt kell tudni, hogy itt a, a francia rendezőnek az volt az elképzelése, vagy az, az elképzelése, hogy ő eredeti helyszíneket keres. Ez azt jelenti, hogy ő nem szeretné ezt megépíteni stúdióba, semmilyen módon. Ő meg van győződve arról, hogy Budapest teljes mértékben tudja hozni azt az általa megálmodott 1940-es háborús épületet, és nem csak külső homlokzatra gondolok, hanem belső, ahol egy lépcső megy fel az emeletre, nyitott galériára, folyosót látunk, megfelelő... De nem lesz nehéz dolgod. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy most már elég régóta dolgozunk neki, és még mindig keresük, tehát még mindig, mindig kutatjuk. De az 56-os lövésnyomok nem jók? Nem, azok nem megfelelőek, mert nem abban a szögben vannak, de a viccet félretéve tulajdonképpen <laughs> egy olyan nagy felhozatal tudunk hál' Istennek biztosítani neki, és ilyen formában szabad kezet adott nekünk, tehát egész Magyarországról hozhatunk neki kastélyt, kúriát, villát, bármi olyan. Nincs elég Franciaországban? eredetileg rágád? én úgy tudom, hogy ezt nem Franciaországban szerették volna, hanem, hanem, hanem e, e, még távolabb Kelet-Európában, ott egyéb okok miatt most nem lehet megvalósítani, ezért jöttek ide Magyarországra. Tehát Ukrajnában szerettek így volna, van, van, volna. Így van, így és, van, és, hát most valamikor majd tavasz derekán kezdődik a forgatás. Egyébként azért, az, is egy nagyon fontos, és szerintem nem menjünk el mellett, és erről szerintem a Balázs még tud többet mondani, hogy ugye itt nem csak Budapestről beszélünk, tehát a a Magyarország tájairól, erdőkről, egyéb olyan facilitásokról, amit tudnak használni, és ugye itt azért az is benne van, hogy azért a távolságok egy Hollywoodhoz, meg egy, egy Egyesült Államokhoz viszonyítva nem olyan nagyok, mert mondjuk Los Angeles egyik végéből átmenni a másikba, az egy picivel több, mint Zalaegerszegről átmenni mondjuk Miskolcra. Tehát, hogy ez a fajta komplexitás, azért azt gondolom, hogy ez is nagyon-nagyon fontos, mert hát tényleg a vidéki helyszínek, tehát az, hogy vidéki városokban is Szerintem. hány helyszínen Igen. forgatnak külföldiek, tehát nem csak Budapest létezik. Oké, okay, de mire nem alkalmas Magyarország a filmesek szerint? Hát ez is egy érdekes felvetés, éppen beszélgettünk adás előtt Viktorral, hogy tulajdonképpen most már szinte mindenre, hiszen a digitális technika és a trükkasztalon bármit meg tudunk valósítani, de a viccet félretéve azért még mindig van néhány olyan rendező, amikor ide érkezik, és azt mondja, hogy hát neki azért kellene mondjuk egy ilyen 5000 méteres havashegy csúcs, mert ott van egy akció jelenet, akkor azért egy kicsit össze szoktunk nézni, de tulajdonképpen mondjuk ilyen szélsőséges igényt vagy eseteket leszámítva Magyarország bármit meg tud meg tud valósítani, ki tudja magát olyan módon fejezni a, a képen, hogy hogy egyszerűen az amerikai néző, hogy bárhol a világon nem hiszi el, hogy ez Magyarországon készült. Ha sivatagot akarnak, azt is tudunk? Tulajdonképpen igen, mert pedig... El... környékén, meg a el, el, el kell utazni Gántig, az, az itt van a Vértesbe, és gyakorlatilag... És ott... is van a a Bánya a vidék. Így van, és hogy gyakorlatilag mindenféle sivatagi faunát tudunk reprezentálni bármikor. Kedves idegen, Vezetőn. De ez döbbenetes egyébként, tényleg. De hát 5000 méteres magas egy csúcsot is, egy, ha nem is 5000 méter, de a közelben azért akad. Igen. Apropó környező országok, ugye már beszéltünk Prágáról, de hát ott van Pozsony, ott van Bécs. Délfelé, ha megyünk, mondjuk talán Zágrád nem a legjobb példa, de, de a, a tengerparton azért vannak csodálatos városok, Horvátországban is maga a Belgrád is egy gyönyörű város, és még lehetne sorolni. Bukarest is a maga módján egy hihetetlenül izgalmas nagyváros, vagy Kolozsvár. Miért pont Magyarország az, ahol, ahol amely ország ennyire be tudott futni ebben a projektben? Ügyesebbek vagyunk. És van egy egyfajta olyan, a, kiszámíthatóság. Igen. Az, az előbb ez a szempont nem merült föl a Ez szerintem... erős kritika volt a környező országokhoz. <laughs> Lehet, ugyanakkor mégis én azt gondolom, hogy az a fajta visszajelzés, amit én tapasztaltam, például a közbiztonság. Tehát, hogy egy hollywoodi sztár végez mondjuk este 11-kor, kilép a szedből, és azt mondja a sofőrnek, hogy ő szeretne megenni egy pizzát, vagy egy lángost, vigyelen egy olyan helyre engem. És Tom Hanksről tudom, hogy ő elment amikor éjfélkor a városba, evett egy, egy gulyáslevest, vagy valami hasonlót, és utána, amikor ment haza a szállodába, akkor egész egyszerűen nem akart elhinni, hogy hajnali négy órakor a belvárosba fiatal lányok teljes nyugalomban sétálgatnak, és utána az amerikai sajtó, amikor megkérdezte, hogy de hát ebben mi a különleges, akkor azt mondta, hogy hát ő nincs arról meggyőződve, hogy ezt náluk lehet -e tapasztalni ennyit a közbiztonságról. Tehát, hogy... Éjszakai buszon azért nem utazott. Én még egy adalékot azért ehhez hozzátennék. Hát, ugye, hogy az, hogy ha azt alapul veszük, vagy figyelembe veszük, hogy mikortól kezd, kezdtek ezek az amerikai stábok itt Magyarországon látványosan megjelenni. Tehát ugye itt volt egy új rendszerváltozás a magyar filmfinanszírozás. Igen, és azért itt egy, egy, olyan hollywoodi, mondjuk így, hogy hatalmasságról beszélünk, akit azért itt többször próbáltak marginalizálódottnak, meg jelentéktelennek nyilvánítani, de azért azt gondolom, hogy az ő összeköttetései, ahogy kinyitották az ajtót, és amiként kinyitották ezt az ajtót, azért azt gondolom, hogy ez a forgóajtó effektus, hogy a többi ország is meglátta ebben a lehetőséget, és csak lehet, hogy korábban előttünk álltak a forgóajtónál, de miértünk értünk ki Fél percünk van nagyjából, hát egyetlen egy szóval válaszoljatok erre a kérdésemre, mindenkitől kérdezem. Nem félünk attól, hogy filmes díszletté válik Magyarország? Kata. Nem. Én azt gondolom, hogy egyáltalán nem, és sokkal több perspektíva van még. Mikor? Csodálatos lesz. Csodálatos díszlet lesz? Igen. Mikor? Nem leszünk díszlet, pontosan, amit itt az előbb is elmondtak, hogy lesz ennek folytatása, és fel fogják fedezni az amerikaiak a magyar történeteket is, ahogy a régi is volt. Köszönöm, hogy eljöttetek. Köszönöm szépen. Önök az Ez itt a kérdés látták műsorunkat, újra megnézhetik a mediaclick.hu-n és a YouTube-on is. Az Ez itt a kérdés következő adásában arról beszélgetünk, hogy milyen hatása lesz a mesterséges intelligenciának a tanulásra és az oktatásra. Én kollégáim nevében is köszönöm a mai megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!